A cseresznye fajták palettája igen színes, ám ennek ellenére sokan csak egy-két fajtát ismernek, pedig ez az a gyümölcs, ami az egyik legelterjedtebb hazánkban. Ennél a nagykörűi őstermelőnél közel 150 éve termelnek cseresznyét. Itt többféle fajtájú korai cseresznye is megtalálható. A nagykörűben vagyunk az úgynevezett homoki gyümölcsösben, ez a történelmi gyümölcsös. Ezen a területen közel 150 éve termelnek a nagykörűiek cseresznyét. Itt egy korai úgy, fajta előtt vagyunk, ez a bigaró burlat. Ez az első nagyobb szemű cseresznye, bár az utóbbi időben megjelentek olyan modern fajták, amik még nagyobbak is, még korábbiak, de az még nem jellemző a nagykörűben. Amint látható, nagyon jó a kötés, de az aszály miatt ugye nem tudtak nagyra nőni. Még körülbelül 3-4 napja van ennek a fajtának a szedésig. A nagykörű összvolumenéhez képest ezek a korai fajták azért elenyészőek, tehát nem meghatározóak. Ezzel lehet, hogy a jövőben írdik majd, vagy szerencsés lenne változtatni, mert a korai fajtának van egy olyan előnye, hogy még a piacon nincs túltermelés, jól eladhatóak. Az őstermelő hozzátette, hogy 2 héttel hamarabb érett be az idei termés. Ez látszik is rajta, hiszen még nem volt ideje kifejlődni, de úgy gondolja, hogy ha az időjárás is kedvező lesz, az idei évben lesz bőven cseresznye a fákon. Híreink szerint jó termés várható, de Közép-Európában vagy Közép-Kelet-Európában nem mindenhol van így, úgyhogy ez egy kicsit pozitívabban befolyásolhatja az árakat. Jelenleg, amit én láttam mai napon kecskeméti piacon, nagybani piacon, a kimondottan szép cseresznye már a koraihoz képest az 1500 forintért kelt el nagybani áron, ez a fogyasztói áron azért ez közel 3000 forintot jelent. Tehát azok az elrugaszkodott hírek, hogy 7-8000 forint, az nem hinném, hogy jellemző. Én ismerőstől konkrétan azt hallottam, hogy Budapesten egy meghatározó piacon közel 4000 forint, tehát 4000 forint alatt volt a legszebb cseresznye. A szolnoki piacon az egyik áru szerint ugyan még az eper szezon kellős közepe van, de már kapható a cseresznye is. A dömping azonban későbbre várható. Majd a szezonjába viszik, jó, elég jó szokták vinni. Elrakni majd a ropogós cseresznyét, de egyelőre még az nagyon az elején van, még a földi eperbe mennek az emberek. Annak van a szezonja. Egy másik megkérdezett árus elmondta, hogy ő is szokott árulni cseresznyét a piacon, sőt már itt a szolnoki piacon is megvásárolható a gyümölcs, és az árával sincs probléma. Én mondjuk már elfogadhatónak tartom az 1000 forinttól 1500 forintig, úgy sac per kb. A körül lesz, remélem. Mert úgy mutatkozik, hogy jó cseresznye termés van. Ez a vásárló azt mondja, ő a később termő fajtájú cseresznyéket jobban kedveli. Láttam, de az árát nem néztem, mert az eperre koncentráltam most éppen, de hát szerintem megfizethető. Meg attól függ, hogy mennyi terem, milyen fajta, mennyire éred, de most még a elején ezek még a koraiak, nem olyan finom ízletesek, mint a későbbi lesz a germés dolfi, meg ezek a vastag húsúak. A korai cseresznye tehát már kapható a piacokon, néhol ugyan borsos áron, de a vidéki piacokon akár olcsóbban is hozzájuthatunk az ízletes gyümölcshöz.